Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok, az Ingatlanos Álmok könyv írója, az Ingatlanos Álmok Klub megalapítója, mindül a második, illetve Udemyn is van oktatóanyagom. Ennek a videónak a címe: a pénzcsináláshoz nem kell tehetség. Ezt azért gondolom, mert ugye az ember nézi a sportműsorokat, hisz Magyarország egy sportnemzet, ugye rengeteg stadionunk van, viszont sportban jók vagyunk. És ott mit lát az ember? Az, hogy mindig csak egy ember lehet a csúcson. Tehát egy világbajnok van, egy olimpiai bajnok van, mindenből csak egy van. És azért azt, ha körülnézel, megnézed azokat az embereket a saját sportágukban, ők viszont egy nagyon-nagyon tehetséges emberek egyébként, és ahhoz még ők rengeteg és nagyon kemény munkát párosítottak, hogy oda eljutsanak, hogy most itt a dobogó legfelső fokára fel tudjanak állni. És ez nagyon nagy dolog, és ugye egy kicsit azt is hiszi az ember, hogy hú, csak egy lehet, sok ezer emberből, sok millió emberből csak egy lehet, nem. Az, hogy te pénzt csinálj, vagy gazdag legyél, tehát egy kitaposott úton végig menj, igazából ahhoz nem kell tehetség, nem kell túl sok ész. Van egy bizonyos út, amit be kell járni, van ilyen Udemy-s oktatóanyagom egyébként, hogy meg az ingyenes anyagom is ott van, azt is nézd meg nyugodtan, a hogyan lettem ingatlan milliómos. Szerintem hasznos lehet ez akár neked is, elég jó tippek vannak benne, ingyenes, megnézed, tanulsz belőle. Viszont abból is látszik, hogy én sem az, hogy hú, milyen tehetséges vagyok. A fenét szépen, kitartóan, folyamatosan csináltam azt, amit igazából nálam okosabb és ügyesebb emberek mondtak nekem, akik nyilván ott tartottak, ahol én egyébként igyekeztem. Mert nyilván tehát az olyan emberek véleményét szabad csak elfogadni, akik ott vannak, ahová én tartok. Tehát ha te ingatlanból mondjuk inkább engem kérdezzél, mint olyan embert, a haverokat, akik a kocsmába ülnek, és mit akarsz te ingatlant című felkiáltásokkal buzdítanak. Jó, tehát hogy nyilván a szakmaiságban azért higgyél. És nagyon, még fiatalkoromban volt egy mondás, hogy a csúcson sok hely van, annyi azonban nincs, hogy leülj, ez valamilyen szinten, sőt, érvényes mindenkire. Tehát meggazdagodni szerintem, akár egy 100 milliót keresni, azt mondom neked, hogy bárki tud, és most nem leavancsálom ezzel, hogy bárki. Van egy bizonyos út, amit igenis kőkeményen végig kell járni, kitartással, hittel, lemondással, nagyon sok munkával végig kell járni, és bizony oda fogsz jutni, hogy körülnéz, hoppá, van már több mint 100 millió, vagy 200, vagy 300. Most nem azt mondom, hogy te több 100 milliós, vagy akár milliárdot keres, az egy teljesen más kategória, hát ugye főleg Magyarországon. De ahhoz, hogy egy jó pár 100 milliód legyen, azt viszont az egy kitaposott út, nem kell hozzá tehetség, végigmész az úton, és oda fogsz érni. Ennek a nehézségét nyilván az adja, hogy az ember, amikor egy picit jön hozzá a pénz, ugye úgy gondol, hogy ész is jön hozzá, én is így gondoltam, tehát nem lett több eszem. Viszont letértem az útról, és ezáltal csináltam egy kanyart, egy varga betűt, hát ugye nehezebben értem oda, ahova szerettem volna. Úgyhogy ezt javaslom neked is igazából, hogy hidd el nekem, nem kell tehetség, nem kell hozzá semmi más, csak és kizárólag kitartás, és legalább annyi eszed legyen, hogy kérdezel olyan emberektől, akik már ott vannak. Tehát ha én szakács vagyok, és a francia konyhát akarom elsajátítani, akkor nem a Gizi nénihez megyek tanulni a szomszéd faluba, mert ő a falu legjobb szakácsa, hanem igenis akkor elmegyek Franciaországba, tehát most kisarkítva, de ezek tényleg ilyen dolgok. Itt, ha ingatlanos témakörbe akarsz kérdezni, akkor például kérdezhetsz nyugodtan engem, erről szól az Ingatlanos Klub is, hogy közvetlenül tudnak kérdezni, közvetlenül tudunk párbeszédet folytatni. Úgyhogy, tehát én azt mondom neked, hogy ha már ennyi eszed van, hogy kitartó vagy, és tudod, hogy hogyan és kitől kérdezzél, és mersz is kérdezni, és merjél bátran, tényleg én minden kérdést megválaszolok, jó? Már amit nem felejtek el, de tényleg én azt mondom, nyugodtan, bátran merjél kérdezni, meg fogom válaszolni én is, mások is megválaszolják, akitől kérdezel egyébként. Ha nem, akkor kérdezzél mástól, teljesen mindegy, előbb-utóbb eljutod, ahogy választ kapsz a kérdéseidre, és hidd el, hogy ehhez nem kell tehetség, nem csak egy ember győzhet, itt tulajdonképpen bárki győztes lehet, csak tudni kell, hogy mit kell csinálni, azt meg megtanulod tőlem. Köszönöm, hogy megnéztél, szia!